Agresszívan jól kezdte a Fradi U19-es csapata elleni NB1-B-s bajnoki mérkőzést a Kozár Misleny kézilabda akadémia gárdája szombaton. Gyulai László tanítványai sorozatban lőtték a szebbnél szebb gólokat, és a 10. percben 5-1-re vezettek. Aztán szívósan, becsülettel küzdöttek a fiatal fradisták, és kihasználták a mislenyi hibákat, így az első negyed óra elteltével feljöttek egy gólra. Az első játékrész végéig nem is tudott ellépni a hazai csapat. 15-12-es állásnál következett a szünet, ami jókor jött, hogy rendezzék soraikat a Kozár Mislenyiek. A fordulás után még jobban összeállt a hazai védelem, ráadásul a támadások befejezési százaléka is javult, ami egyből meg is látszott az eredményen. Sikerült leszakítani a fiatalokat, és tartották a 6, majd 7 gólos előnyüket a házigazdák. A végjátékra aztán 10 találatra növelték az előnyt Gyulai László tanítványai, amit a lefújás pillanatáig sikerült is megtartaniuk. A találkozót 15-12-es félidő után 29-19-re nyert a Kozár Misleny kézilabda akadémia. Azt gondolom, hogy stabilan tudtuk hozni a mérkőzést. Az elején volt egy-két apró olyan hibánk, ami kihasználatlanul maradt, illetve védekezésben nem éreztük azokat a távolságokat, de szünetben nagyon jól megbeszéltük, és a lányok nagyon szépen végrehajtották, és azt gondolom, hogy a másik fél időben nem volt kérdés, magabiztosan hoztuk a 2 pontot. Először engedjétek meg, hogy gratuláljak a Kozár Misleny csapatának, magabiztosan tudott nyerni. A végét egy picit túlzónak érzem, szerintem nem volt 10 gól közötte, ameddig bírtuk, addig küzdöttünk és csináltuk, sajnálom a végén egy picit elfogyott a szufle, és egy picit kiengedtünk, és könnyű gólokat kaptunk, de én büszke vagyok a lányokra, nagyon sok munka áll előttünk, de azt gondolom, hogy nem ugyanazért a célért küzd a két csapat, tehát nekünk nem itt Kozár Mislenybe kell feltétlenül nyerni, bár hozzáteszem, hogy szerettünk volna meglepetést okozni. Nem volt ma benne a levegőbe, de én ennek ellenére nagyon büszke vagyok a lányokra, és én köszönöm a munkájukat, és remélem, hogy továbbra is ugyanígy küzdünk tovább. A Kozár Misleny Kézilabda Akadémia legközelebb november 26-án a Vasas SC-hez utazik a bajnokság 10. fordulójában.